Naponta 6 mázsa kenyeret és 10 000 darab péksüteményt sütnek meg ebben a nyíregyházi pékségben. Ennél többet is szállítanak a kereskedésekbe, ha elkezdődik szeptemberben az iskola. A kenyér árát ez a sütőde addig semmiképp nem emeli, amíg nem tudják, hogy a lisztárát mennyivel növelik a következő hónapokban a malmok. Nagyon sok múlik azon, hogy a malmok hogyan fogják az elmúlt alatás eredményét érvényesíteni. Tehát a sütőipari vállalkozások valóban információt kaptak arról, hogy lesz lisztáremelés, azonban konkrétumok még nem alakultak ki. Várjuk a malmoknak a visszajelzését. Egy kiló kenyérhez 70-75 deka lisztet használnak fel, ez közel 40%-os alapanyag költséget jelent, tehát ha többe kerül a liszt, ezt kalkulálják a sütőipari vállalkozások a kenyér árába. Másrészt nem csak a liszt ára miatt emelhetnek a pékségek, ha többe kerülnek a tejtermékek, a munkabérek és a pótlékok, a nagyobb kiadás és megnövekedett költségek megjelenhetnek a kenyér árában is. A kenyér ára az nagyon változó, hiszen 160 forinttól 600 forint és kenyér árak is lehet tapasztalni. De azt gondolom, hogy amennyiben egy 10%-os lisztáremelés lesz, amit a malmok jelezték előre, akkor így gondolom, hogy egy olyan 8-10%-os áremelés kell nekünk is érvényesíteni, ami még mindig csak a költség növekedését tudja majd kompenzálni. A hazai sütőiparban körülbelül 1000 vállalkozás működik, a szakágazat bruttó termelési értéke mintegy 156 milliárd forint, megközelítőleg 23 000 főt foglalkoztat az ágazat, de óriási probléma, hogy 4 000 szakmunkás hiányzik a sütőiparból.